Átmegyek, outpost. South. Field Operation Base, és akkor ezt ide rakom. Először a fölküldit megcsinálom, az legyen kész. Oké. Egész jó haladunk, jó van. Oké, itt van egy felmászható rész, majd ott felmászunk. Valamiért azt jelzi, hogy itt van valami alkatrész, vagy bármi, mindjárt ránézek. Folyamatosan jelez. Na, azt mondja, hogy hova kell menjek. Itt fel kéne mennem a folyó mellett szerintem, úgy járnánk a legjobban. És akkor ide fel. Az off-road váltó egyébként nagyon jó ide, hogy állandó sebességgel tudjál menni. Koncentráció magas fokán vagyok. Oké, ezt mondja, visszaváltok. Keresztül kell menjek ezen a sáron. Beváltunk belsőbe, hogy át tudjuk lavírozni a fák között. Néha jó. Nem már. Ki rakta ezt ide? Melyik volt az? Fene a pofáját. Hoppácska! Hoppácska! Mit találtam? Valahol van egy upgrade. Ott van a... Az lesz az a... Várjál, ez mi ez? Nem ez. A szikla töredék, és ott lesz... Nem, az drop. Hogy az lenne az upgrade-em. Ezt el kéne innen tüntetni, remélem, hogy lesz hozzá elég törm, vagy tudtom. Ez 80 méterig jó vagyok az operátor miatt. Ez drop, vagy mi a szer ez? Ez drop. Ebben lesz üzemanyag, meg plusz alkatrész. Viszont ezért azt nem látom sehol.
Itt lenne fenn a hegyen? Jó, egyelőre jöjjünk fel, nézzük csak, elméletek arra mutatta, az fent lesz a hegyen szerintem. Na igen, ettől féltem én is, hogy a faágaktól nem tudok átmenni. Egyébként itt a faágak közötti mozgás az sokkal rugalmasabb, mint a SnowRunnerben. A SnowRunnerben lehetetlen volt. Ó, baszki. Oké. Kell tapadás úgy, hogy csinálunk egy olyat, hogy guminyomás. Most mi van? Visszáveszek úgy. Tökéletes. Oké, ezt így akartam látni. Guminyomás vissza. Na most csináljunk egy olyat, hogy megint rámérek egyet. Tizenhét. Várjál meg, nekem ez nem stimmel, ez mi? Ez ide mutatja azért a fejlesztés, de hova? Aha, meg vagy szarházi. Itt a f... Várjál, ez küldetés, bazz. Milyen küldetés van itt? De ez nem a zöld, az elvileg fejlesztés. De hova akar ez itt fejlesztést? Nem értem. Ez érdekes. Ja, visszaigazolnak majd, okés, okés, okés. Itt azt nézem, hogy... Ez nem úgy kopi. Itt fel tudok jönni, hogyha minden jól megy. Oké, menjünk, megcsinálom ezt az átjárót itt. Ezt az átjárót itt hamar. Hát 80 darab alkatrész van nálam, és ez a baj, ez szerintem 100-ba fog kerülni, remélem, hogy nem. De mindjárt kiderül. 75, ó, édes jó Isten, köszönöm. Nagyon jó. Úgyis nem sokára jönnek a srácok játszani Skull & Bones-t, azt akkor mindenképp visszaigazolnak. Na kérem. Jaj, ez fájt. Megvan a Snow, gratulálok, az nagyon jó. A Snow az egy nagyon jó kis járgány. Jó kis hajó a Snow. Nem, hát ez belefér. Oké, azt csináljuk, hogy
Jó. Ja. Ez az. Hopp, és itt van megint valami detektálni való. Arra is van egy alkatrész, erre is van alkatrész, enkor is van, minden is van. Na igen. Nem tudok kanyarodni, mert lehet ez a szemét. Oké, okay, jó. Hihetetlen amúgy. Tapadj meg, légy szíves kerék! Ezt nem akarom elhinni, hogy ilyen helyeken ragadok be. Oké. Okay. Ezeken a sziklákon járkál nem egyéb, nem valami jó egyébként. Oké. Na így most jók leszünk. Ne. Oké. Oké, ezt elvisszük. Azt nem visszük el. Na kérem, hogy állunk? Oda kell majd lemenjek, ugye? Elvileg. Pontosabban nem is kell lemennem. Így csinálunk egy mérést. Ja, lehet ebbe állítani a guminyomást, igen, ez ebbe az az újdonság, aha. Hogy jobban tapadjon. Általában ugye meredek emelkedőkre jó az. Legalábbis én, ahogy észrevettem. Na, itt szépen derül fel a környék, az nagyon jó. Ha itt már nem jó a flight zónából kimegyek, az már annyira nem jó viszont. 77%, 80%. Na-na. Hm.
Na, melyik irányban nincs még felderítve valami? Nyolcvannyolc százalék. Mindjárt megvan szerintem. És ide majd még felmegyek a végén erre a részre. Az a szkennelés, csak jobban beadhatná a területet ilyenkor. Hát igazából én mindig az effektivitást nézem, nekem bármelyik ágyú jó. Na, siker. Oké. Okay. Általában az effektivitását nézem egy-egy ágyúnak, hogy mennyire jó vagy éppen rossz. Forest for the trees. Ez milyen küldi? Nem tudom felvenni. Ja, várjál, ha már itt van-e. 15 000. Take photo of a big tree, take photo of majestic tree, take photo of a giant tree. Hát gyerekek. Ezt csináljuk már meg, hát ez marha jó. Csak mielőtt itt átugratok, elmegyek hátrafele. Na szóval, hogy nekem mindegy, hogy milyen ágyú, általában azt szoktam nézni, tudod, hogy melyik a aktuális patchbe a legjobb. Meg hogy melyik hajóra rakom fel, de nincs kedvenc, mindegyiket, úgy mindegyiknek megvan a célja. Amit kevésbé kedvelek, kipróbáltam, és szerintem annyira nem jó, mert egyrészt pontatlan, másrészt a célzórendszere rossz az a rakétázás. De jó, de sajnos nem az. Melyik van? Mi van még? Várjál. Igazából a többi az úgy jó. Jónak tűnik. Jó a longan is, balista is jó. A dardanellákat használják sokan, mert nagyon erősek ugye ezek a bombárdok. Ez mondhatni, hogy ezek a mazsárágyúk. Azzal nagyon nagy damage-et lehet csinálni rövid időn belül. Ugye közelharca a demigenok nagyon jók tudnak lenni. Most jöttek be új Calverinek, amik ugye a középtávú ágyuk, a hagyományos normál ágyuk, igazából azok is jónak tűnnek. Majd azokból akarok majd most legközelebb venni, azt meg akarom nézni, hogy az mit tud. Úgyhogy van sokféle jó. Hát mi sem vagyunk prók igazából, most ez olyan, hogy sokat vagyunk benne. De ott az Attila, ő még többet játszott a játékkal például. Attila is szerintem ilyenekbe tud segíteni. Így pont ezért, na ez a lényeg a közösségnek, hogy egymásnak tudjatok segíteni, mert ugye játszok én is mindennel, de az nem azt jelenti, hogy én mindenben nagyon képbe vagyok. Ott az Attila elég informatíva izével játékkal kapcsolatban például. Meg mondom, előrébb is jár, mint szerintem bármelyikünk. De persze én is izével, hogyha tudok, akkor segítek, csak azt mondom, hogy így nyugodtan, akik itt vagytok, nézzük, egymást is kérdezzétek ilyen téren, mert mit kell?
Nem látom, mit kell. Ja, a fát kell, bazz. Ott is van. Na ebben milyen drop van, srác? Nem abba, ebbe. Szia Gaben, kellemes délutánt, harihó! Oké, kell egy ilyen. Azt mondja, tízes, mind a kettő tízes enkor, menj már. Ez mondjuk úgy nem szar. Befejeztem Gaben ezt a küldetést, azt mehetünk Skull and Bone-ozni, hogyha készen vagytok. Hát, ja, igen, csak ugye a balisztából az Epic a legjobb, mert annak a weak point damage borzasztóan nagy. Főleg, hogyha letöröd a weak pointot egy hajóról, akkor valami hatszorosa a damage. Angol honlap, amin mindent meg lehet nézni, persze, nyugodtan. Hogyha betudod, nyugodtan linkeld be, aztán nézzétek meg, mert igazából miért ne. A Twitch-en nem volt csak linkelés, mert ott állandóan mentek ezek a spambotok meg a hirdetők, itt a YouTube-on nem nagyon jellemző. Úgyhogy itt nem kell nagyon babrálnom ezzel a linkeléssel. Ne, csak nyugodtan, de lassan. Jó, oké, jó étvágyat. Behúztam egy vagyont. Lehet, hogy a tátrát ki kéne menteni. Ez a nagy alok amúgy. Most hol a tökbe császkálok egyébként? Várjál, nem, hogy túlmenjek itt valahol. Ja nem, dehogy is, messze vagyok én még annan. Jó van akkor. Na most majd azt akarom kipróbálni, hogy van ez az új Calvaryn, ami, hogyha Flooded-et kap egy hajó, akkor ugye 50% valami nagyon nagy károsodást okoz. Nem tudom, hogy működik, de azt ki kell próbálni. Gyerek Attila, neked van arról infót, hogy az, hogy néz ki az új Calvaryn ágyumát, hogy az 50% nagy károsodású damage az pontosan mennyi, meg hogy nem tudom, néztél-e videókat esetleg róla? Vagy kipróbáltad esetleg? Kéne feljutnom ennek a tetejére. Ok,
Oké, okay, kell egyszer itt csinálnom egy képet, akkor ide visszamegyek. Azóta haverokkal nem megyek kodozni, legalább itt nem vág szét az ide. Hát igen, egyébként az nem jó, hogy hiszem ránden ideges. Csak videón láttam én is, már csak pár szint kell, hogy megvegyem a páncél, maga a fejlesztés már megvan. De az a páncél az jó az? Szerintem páncélból a best páncél az a fogas lesz, tudod? Tudod melyiket mondom, amelyik heal-el vissza a breach-en? Én szerintem az lesz a legjobb páncél. Márja, melyik fát kell lefotózni, baze? Big tree, de melyik big tree? Ez. Van. Felára, amit töltük a programban, lehúztam minden csúszkát, a grafika ugyanolyan maradt. Minden csúszkát? De milyen csúszkát, várjál? Bosshoz tettem fel. Ja, világos, a bosshoz kell, mert gondolom ott az elég erős az a acidlószer, amit kitol. Azt úgy érthető. Érthető. Érthető, hogy miért. Tékpotó, igen, oda, és akkor ezt folytatom tovább. Passzanna, gyerünk. Miért nem világítanak a felső lámpáim? Most nézem. Valami árulás van egyébként. Itt valami árulás van, mert nem világítanak a felső lámpáim. Pedig kéne nekik, azért raktam oda. HyperX RX módban van pár dolog fel van húzva, Redon Boost, Redon Antilag, meg hasonlók, leszettem mindent majd, ha kiderül. Érdekes, azt nem tudom. Nálam nincsen vele szerencsére gond egyébként. Ó, itt fel nem boruljak be azért, mert itt nincs fa. Ki is kötöm ezt a szerencsétlent, mert... keréknyomás lejjebb, veszem egy picivel, sokkal nem. Mert mi csináljunk egy ilyet. Ó, az igen. Ó, ez a keréknyomás állítás, ez marha jó ötlet volt egyébként. Ez baró nagyon. Olyan tapadása van az autónak ilyenkor, mint állat. Hát kivel mikor csúszok a sziklán, de hát az ugye már más tészta. Oké, fasza. És akkor elvileg ez az utolsó ilyen rész, hogy kell még egy fotót csináljak. Most ez mi?
Várjatok, hol az utolsó? Take photo of Majestic Tree. Nem stimmel, mert elvileg az jönne. Berakták a világ végére, nehogy olyan jó legyen nekem. Nem érdekel, majd megoldjuk. Azt mondja, hogy egyelőre ennek a követését leállítom. Csak hogy lássam, hogy hova kell menjek amúgy. A főküldő az most kész lett már. Kész a francot, ott van a... Na ezért állítottam le, majd ezt folytatjuk. Meg elméletileg itt kéne lennie. Ez mi? Ezt értitek? Mert ez, amit jelöl, az azt jelöli, hogy itt kell, hogy legyen egy fejlesztés, de hát hol? Nem létezik, hogy itt van fejlesztés, hát ez hülyeséget jelöl. Fejlesztés. Várjál csak, mi van akkor, hogyha... Látunk egy objektet. Kábor, köszi szépen a Tier 1-es harmadik hónapot, köszönöm szépen a támogatásodat. Kösz. Census, az valamilyen quest akar lenni. Ilyen helyekről jó, körbenézi távcsővel egyébként. Szia, köszi szépen! Na hát, menjünk tovább akkor. A Census az milyen küldi? Hadd nézzem. Találtam küldit. Census, ott van a... 15.000 find an airdrop to resupply insta... Ja, kameracsapdákat kell telepíteni. Ó! Census, 4 darabot kell, ha jól látom, telepíteni. Elég sok quest van a játékban, srácok. A főküldetéseken kívül. By the way. Ilyen vadkamerákat kell telepíteni, méghozzá elég jó pénzeket adnak érte. Na ez most hogyan? Tökig leveszem a nyomást. Ez lesz ez az út, amit itt... Ez elég meredek lesz. Basszeg. Ja, hát itt ez a rész, ez kemény lesz itt.
itt kell észlelni, mert itt, hogyha elborulok, akkor itt nem lesz megállás. Oké, nagyon jó, fasza, siker. Annyira nem gáz a helyzet, csak hogyha tényleg rosszul fordulsz egyet, vagy hirtelen mész, vagy akármi. Ugye itt tényleg az van, hogy pillanatokon belül el tudsz szállni. Na. Melyik az a fa, amit le kell fotó... Ó. De királyú néz ki. Stage complete, és még mindig nincs vége. Az apátoknak a fülét, hát hova? Second portable meteor station, ezt tudom, akkor hozok magammal, basszus. Ja, mondjuk mindegy, mert kettő van. Na itt hogy kéne tovább menni? Azt nézzük meg. Merre? Mit felmegyek? Húha! Ott lesz egy drop alattunk, úgyhogy az kelleni is fog. Keréknyomásból visszaveszek egy picit. Hát lehet, hogy kell egy kis rásegítés. Azaz, easy. Easy. Oh, bassza meg, az a baj, hogy... Na, most van a srác. Nem használtam még ezeket, de itt lesz az ideje. Sőt, oda megyek inkább be vele. Na nézzük. Oké.
Kalap, kabát, meg is vagyunk. Mekkora király ez a hely. Áj, áj, áj. Jó, itt nincs semmi. By the way, viszont azért a dropért már nem megyek le, pedig lehet, hogy le kellett volna, mindegy. Oda kell mennem igazából, az kész a küld, de lehet, hogy itt több mellé küld, itt most nem csinálok meg, mert ugye itt pont az a lényeg, hogy elmenti, hogy mondjuk az előző mellé küldéből megcsináltam kettőt és egy maradt ki, a következő alkalommal már csak azt az egyet kell megcsinálni, úgyhogy itt úgy érdemes a mellé küldiket is csinálni, hogy így bele-bele kóstolgatsz, mert két ellentétes irányba van. Hoppá, szeg. Oké. Nagyon fasza. És itt van valami okosság. Oho! Ja, várjatok, mert lehet, hogy azért jelölte korábban, ez kettő. Azt nem tudom, hogy mit jelent az, hogy kettő. De minden esetre itt van, valahol van egy fejlesztés. Majd mindjárt kijövök ide, azt rátávcsövezek hátha. Hátha fogom látni, hogy... Na, persze. Ez lehet, hogy a távolságot jelenti a 3 meg 2. Úgy néz ki, hogy minél magasabban vagyok, annál jobban lehet ezt a detektort használni, csak ugye akkor nem jöttem rá, hogy ez a 3 és 2-es izé az mekkora távolságot jelöl. Oké, itt semmi nincs. Ez biztos, hogy arra lesz valamerre. Aha, ott az. Az mi az? Az hídépítés lesz, az biztos. Biztos, hogy lesz majd egy upgrade valamerre hátra. Ebbe az irányba. Oké. Na go! Mehetünk. Nagyszerű, nagyon jó. Szépen türelmesen, azaz. Hú, az, ott az a nagy fa. Elkapkodtam. Az utolsó ne inkább kivárok, mert
Úgy. Nem mondod, hogy még nincs... Le kell fotózni ezt a böszme nagy fát, hát ez kösz. Apja marhák. Azt mondja ezen, a standalone, ez mit akar? Visual impact, angel stone, take photo of stone with a pattern, take picture. Aha, itt kettő ilyen van. Látjátok, ennek például megcsinálom ezt az oldalát, mert itt vagyok. Érdemes állandóan nézni, hogy mik vannak. Valami állókövekről kell fotót csinálni itt elvileg. Utána meg leugratok a szikláról. Ugye ennyi a különbség a ezek között a Expedition, az az, amit ugye csinálsz fő küldetés, az az Expedition. Ezek a mellékküldetések meg a kettő között ennyi a különbség, hogyha kilépek most innen, akkor az Expedition-t az elejétől kell kezdeni. Viszont a mellékküldinél elmenti az adott progresszt. Oké, hol a kő? Ott a kő, ja. Oké, kész. Oda kéne felrongyolni a túloldalra. Jó, hosszú ez a küldetés. Mondjuk ez very hard küldetés, és igazából így most már értem, hogy miért. Hosszú is, meg a helyek, ahol menni kell, az mondjuk elég durva. Elég tuskó helyeken kell közlekedni. Viszont... amit én most itt megcsinálok, azt tudjátok mi lesz, ezt a maradék enkort lehet felhasználom. Az a baj, hogy... nincs üzemanyagom, na mindegy, le van baszva. Azt mondja, enkor, mennyi van még? Még van belőle 8, használgassuk, azért van, ugye? Oké. Okay. Azt mondja, hogy ide. Állj! Oké. Okay. Jó, és akkor csinálunk egy olyat, hogy... igen, ez az. Azt mondja, hogy kéne. Oké. Jó. Francba. Adat. Ne dőlj el, ne dőlj el, légy. Fog dőlni.
Most már mindegy. Ez itt már el lett baszva. Ezért kell egyébként mindenhol merevítőket telepakolni minden irányból az autót. Na. Hú, baszki, hát ez kemény menet volt. Nézzük csak, hogy mit tudok itt kezdeni ezzel a résszel. Most valahogy át kellene vergődjek a túloldalra, de hogy hol, azt ne kérdezni senki, mert a tököm tudja hol. Oké, Satira, rendben van, köszi szépen. Ó, már működnek a felső. Úgy látszik, csak este működnek, az nagyon jó. Nyomtam olyan bukfencet lefelé, hogy megőrülsz, érted? Persze nem így terveztem, csak így jött ki. Nem jó. Hol a tökönbe kéne átmenni? Ide kell eljutnom, és alig van üzemanyagom, srácok. Hú, gyerekek, ez nem jó. Erre nem számítottam amúgy így ennyire. Hogy ez ennyire parás lesz a végén, ez a küldi. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez így nem fasza. Beleszél, ültél? Bocsi! Hát elvileg át tudok menni gond nélkül, mivel az talán olyan magas a vízszint, de mindjárt kiderül. Hát narancssárga, bassza meg! Na mi legyen? Nem érek oda, az remek. Átkevergődjek, basszus, mert... Oké, gyorsan kössünk egy... Ahogy... Úgy húzzuk, mint még soha, gyerünk! Húzzad! Ez az! Basszus! Komoly a helyzet. Gyöngyösen. Itt mutassátok, mi a helyzet. Sárga! Hoha, nyertem! Ez az! Állj bele, orral azt mennyi, haver! Még éppen van egy köpet üzemanyagom, azzal még oda felmegyünk. Remélem. Ó, bassza meg. Igen, üzemanyag nulla. Jó jelzi.
Ezt nem hiszem el. Add már be! Ez nem jó. Nem tudom leütni ezt a... Ne oda üsd le! Hát ezzel nem vagyok kisegítve. De jó, de ki vagyok segítve. Ott van. El fog fogyni az üzemanyagom, bassza meg! Ne már! Ne! Hát ez... Na jó, kibaszás. Az a baj, oda már nem érek fel se, hogy... Oh! Menj már! De most mit szórakozunk? Most mi van? Most miért nem tudok menni? De most miért ragadok be? Milyen érdekes, kifogyott az üzemanyag, azonnal áthúzd, de aj, de annyira ne, ne, ezt ne, ezt nem szerettem a Snorrenárba se, ezt a hülyeséget. Most ne szórakozzunk már egymással. Most, most ezt nem értem, hogy ez most miért így van. Hát ha jól értem, amíg üzemanyagom van, addig nehezebb haladni, ugye? Mennyi van még ebből? Hát a baj, azt jelentek, hogy nem kibasztak, de nem. Az autónom csörlő az még működik. Elhúzom magam odáig, leszarom. Hát az a baj, hogy ezt újra kell majd csináljam, ezt a küldetést, mert igazából nem kell újra csinálni, ennyi kellett volna hozzá. Rohadt életben, nem hiszem el, hogy nem tudok oda feljutni sehogy. Bassza meg. Ja, ennyi kellett volna hozzá csak. De várjál, a főküldetésem az ez itt, szembe. Hát nem, nem, hát ne viccelj már, hát ez kész lesz így még. Felmegyek én ide. Most nézem, hát ennyi, azt itt a vége, mert ugye az izé volt trekkelve. A mellé küldi. Baszki, hát nem áll. Úgy, na azaz, azaz, a hátulját húzzuk előrefele, nagyon jó, tökéletes. Jó lesz ez még így.
Már úgy legyen kövér. Megoldom ám. Adjál már be valami stabil helyet, haver. Ott is jó, van még. Van még ott, ahonnan ez jött. Mit csinálsz, barom? Húzzad. Gyerünk. Gondolkodás nélkül. Hibátlan. Na. Mire vársz még? Ú, basszus. Kellemetlen. Az még talált, hogy elszállsz. Hogy ne már! Ne! Ne! Ó, basszek, egyre jobb a helyzet. Hallod, nem már. Azaz. Húzod. Húzod. Azaz, azaz, jó lesz az, jó lesz az. Bazd meg, nem hiszem el. Most az egészet újra kéne azért csinálni, mert az elfogyott az üzemanyag, nem áll. Nem szeretném. Csak mondom. Kibaszok én a rendszerre, úgyis meglátjátok. Meglátjátok, hogy az lesz. Még két enkorom van, hogyha... Az a baj, nem tudom oda felrakni, mert... Húzzad, öreg! Még egy van! Húzzad! Ez az! Várjál csak! Ez az. Na, ez a vinni, a benzin nélkül. Meg jó, hogy találtam egy 10-es enkort, meh. Azt a rohadt mocskos életbe. Na. Most már megnyugodott a lelki világom. Mehetek Skull and Bone-ozni mindjárt. Oké, szava. Szasz. Ez jó volt. Na hát, kész van egy pár. Még van 27. Azt még ebből van 37. Meg hát így vannak még izék, ugye, ilyen kis küldetések vagy mik. Fasza volt. Azt mondja, hogy miket lehet itt vásárolni.
Na, ezek ugye valami DLC-s verdák, ezek nem érdekelnek. Ami érdekel, aha, van egy ilyen, ez az Out of the Dirt nevű küldetéssel, ugye ez mellékküldetés, azzal lehet ezt kilokkolni, és meg lehet venni, és ez ráadásul valami elég sok kerekes járműnek tűnik. Aztán, ez mi? Itt egy ank. Right person for right job, ez nem valami, rémlik ez a küldi. Ó, ez mi ez a páncélkocsi? Kolli. Unsuccessful analysis. Itt egy barkasz. Azt mondja, hogy egy KRS van, quicksand, de szerintem a másikba lehet megcsinálni. A tátra, ez az az attempt to ford the river, na ezt meg tudom majd csinálni, ezt megveszem majd. Ezt majd megveszem, mert ez valami brutális lesz ez a kocsi. És itt van még egy, Lost in the Hills. Na, fasza, oké. Okay.